Bárd az ég is meg-megvillan lelkeket írtanak, ha muszürke vadelin van, jajgat a kis baba. Csöpp ujjal az aranylázas tornyokra rámutat, anyja előtt bezárták az urak a kapukat. Gyenge arcát üti veri a havas zivatar, ha a telet kiheveri, mit akar, mit akar. A kis Isten, minek szánjuk, emberek, állatok, kájhácskájon lesz a szájunk, szedjétek lábatok. Dön-dön-dön, 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 dön-dön-dön. Könnye van csak a mamának, az csorog tej helyett, soványkodó babájának tejecskét fejjetek. Hallgassuk a csuda üveg, harmadot hogy csobog, szíved nyomni kell a süveg, megszakad úgy dobog. Csöpp fut a jeges égre, bíbor könyvét jelen, ül Heródes gyihos ménre, gyilkolni védtelen. Fodros nyerge vastag tajték, kígyó a kengyele, beledöbben a sok hajlék, ádász hadd jár vele. Megmenekül úgy remélem, a fiú, a fiú. Kívánjuk, hogy sose féljen, ne legyen szomorú. Vigadjunk, hogy enni tud a rongyosok új fia. Kerekedjék, mint a duda, orcája dundira. Kitalálták, hogy melyik volt ez a vers, akkor utána játszunk egy másikat is jutalomból. Szemem alatt álmatlanság virágzik, az én sűrű könnyeimtől elázik. Lesz még az én arcom igen virágos, lámpás szemem szerelemtől világos. Kakas 36-ot kiáltott, tavadhattok engem, édes barátok. Gyöngeségtek nem veszem a szívemre, jó a világ, még nekem is jó benne. Se olaják, se oroszlán, se ciframező, címeremben, uram, uram, se pénz, se erő, de én hálok a világgal, s nem én velem ő, de én hálok a világgal, s nem én velem ő. Tisztelettel köszöntöm kedves közönségünket, ez a Magyar Művészeti Akadémia élő folyóiratának
első évfolyama 5. számának bemutatója a csíkszeredai Székelyföld folyóirat irodalmi estje. Szeretettel köszöntöm a közreműködő művészeket, köztük a most már hallott Sebő Ferenc Sebő együttest, élén Sebő Ferenc Kossuth Díjas zeneszerzővel, népzenekutatóval, és szeretettel köszöntöm ugyancsak körünkben Ráckevei Anna, Jászai Mari Díjas érdemes művészt, Széjes Imre, Jászai Mari Díjas színművészt, Ferences Istvánt, a Székelyföld alapító főszerkesztőjét, Babérkoszorú Díjas költőt, valamint Lövétei Lázár Lászlót, a Székelyföld jelenlegi főszerkesztőjét és Fekete Vincét, József Attila Díjas költő mindkettő, Fekete Vincét, estünk szerkesztőjét és házigazdáját, aki majd a jelenlévő költőkkel beszélget, egy olyan formát gondoltunk ki ennek az estnek, ami valóban egy folyóirat szerkezetéhez hasonló. Én most át is adnám a szót Fekete Vincének, és mindannyiunknak nagyon jó szórakozást kívánok. Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Mi 750 vagy talán 800 kilométerről jöttünk ide, egy olyan vidékről, Csíkszeredából és Kézdivásárhelyről, történetesen Kézdivásárhelyről, amely város vagy amely környék az utóbbi időben Románia közepéről egy egészen más kontextusban került a figyelem középpontjába. Nézzenek utána kicsit visszamenőleg a hírekben, majd kiderül, hogy milyen kontextusban, és azt szeretnék itt most bemutatni Budapesten, hogy ott azon a végvidéken is, azon a vidéken is, ahol mi élünk, létezik kultúra, tulajdonképpen a provinciában, és ez a kultúra nem provinciális kultúra. Nemrégiben készült egy interjú a Székelyföldről, annak folyóiratról, célkitűzéseiről, küldetéséről érdeklődtek. Én ott elmondtam néhány dolgot, sokkal egyszerűbb lesz, hogyha most abból egy-két rövid passzust felolvasok itt maguknak, hogy azért lássák nagyjából, hogy mit is csinálunk, mi ez a lap, mi ez a folyóirat, amely már 97 őszétől működik. Tehát azt kérdezte, az első kérdése az volt célkitűzése, küldetése, és hát nem hiszem, hogy van olyan folyóirat, és létezik olyan folyóirat szerkesztő, aki ne azt mondaná, hogy minőségi anyagokat és jó szerzőket közölni. Ez az egyik fontos, legfontosabb célkitűzése és legfontosabb küldetése. És a fő célunk mi lehetne más, mint igényes kultúra, az igényes szépirodalom, igényes fordítások, szakmailag nagyon erős anyagok, esszék, tanulmányok megjelentetése, terjesztése, eljuttatása az olvasóhoz. A legnívósabb magyar és erdélyi és magyarországi szépirodalmi és összművészeti hagyományra támaszkodunk, ráépülve arra, de azt a saját tégláinkkal továbbépítve. Nem tudok még egy ilyen irányultságú folyóiratról magyar nyelvterületen, valószínűleg van, most nem jutott eszembe, akkor se hirtelen, amelyik ilyen széles kulturális terepet próbálna lefedni a különböző rovataival, úgy mint irodalom, történelem, orálhisztori, néprajz, politikatudomány, csángókérdés, képzőművészet, színház, stb. Szerzőink így a legszélesebb merítésből kerülnek ki, közöttük az állandó és az új alkotók is, a legfiatalabbak ugyanúgy, mint az idősebb generáció képviselői. Lapunkat természetesen online változatban is elérhetik az érdeklődők. Elmondom azt a címet, bár így elég nehéz megjegyezni, de hát majd utána lehet még érdeklődni. hargitakiadó.ro címen rá lehet keresni. A folyóirat indulásáig, 97 őszéig szerves irodalmi folyóirat hagyomány nem volt Csíkszeredában. És hát azon a környéken se, a Háromszéken, Csík környékén igazából. És voltak itt addig is nyilván lapok, de ilyen méretű jellegű vállalkozás még sohasem. Mindent a nulláról kellett tehát kezdeni, és tavaly tavasszal a 200. lapszámunkat ünnepeltük, arról majd egy kicsit később is szó fog esni.
És hála Istennek sok tehetséges ember van abban a régióban, akik közül többen munkatársaink is. Úgyhogy van, azt mondhatom, hogy van hátországunk. Tervek, rendezvények, felolvasások állandóan vannak, és ha van élet, ha van mozgás és jó a lap is, akkor fontos irodalmi centrum is lehetünk. Legalább annyira fontosak, amennyire Budapest mellett fontos lehet mondjuk Pécs, Kecskemét, Szeged, Debrecen, és a legnagyobb mértékben nyitottak vagyunk a legfiatalabbak előtt is. Én örülök a legjobban akkor, hogyha egy-egy újabb tehetséges szerző, új szerző kerülhet a lap hasábjaira. Olyanok vannak itt most. A Székelyföld tehát nem irodalmi művészeti, hanem nem csak irodalmi művészeti, hanem kulturális folyóirat. A szép irodalom a laptestnek körülbelül olyan egynegyedét, egyharmadát teszik ki lapszámonként. Nyilván fontosnak tartjuk a régió kulturális emlékezetének a fenntartását, ápolását is, ez csak természetes, mert hogyha mi nem tesszük meg, nem teszi meg helyettük, vagy nem tenné meg helyettük senki. Ugyanakkor azt is szem előtt tartjuk, hogy ne egy-egy újabb Budapestnek szerkesztett folyóiratszámot tegyünk le az asztalra, abból van bőven amúgy is. Itt vagyunk egy másik kultúra a román vonzás körében, szinte belélegezzük a levegőjét, kitűnő román írók, költők, elméleti szakemberek is vannak tőlünk egy kőhajításnyira. Ha valamit pluszban, mondjuk ingyenségként, hát ezt csak úgy példának hozom fel, behozhatunk mi, amit a magyarországi folyóirat nem, vagy nem úgy, az egyebek mellett természetesen ezeknek a szerzőknek, vagy ennek az irodalomnak, ennek a nagyszerű irodalomnak a beemelése a lapunkban. Erdélyben folyamatosan jelen vagyunk, és Magyarországon is elég nagy rendszerességgel szerepelünk. Találkozók, képzőművészeti kiállítások a Székelyföld galériában, a galériánkban, a szerkesztőség fölött havi rendszerességgel vannak, havi rendszerességgel meghívottaink vannak, lapszámbemutatókat tartunk, stb. Az utóbbi egy-két esztendőben pedig olyan szerzők fordultak meg nálunk az estjeinken, mint Bodor Ádám, Krasznahorkai László, Spiró György, Ág István, Buda Ferenc, Temesi Ferenc, Garaci László, Markó Béla, Király László, és folytathatnám még ugyan így a sort. Mindenik, hogy azt mondjam, másképpen ugyan, de sokat jelentett, mindenik szerző sokat jelentett nekünk. Csak egyetlen egyet semmiképpen nem tudnék kiemelni közülük. 2000, már a kezdetétől, a kezdet 97 őszétől minden évben kiosztjuk a Székelyföld díjait. Ezekkel a díjakkal az előző esztendő szerintünk a legjobb alkotásait díjazzuk, és 2004 őszétől pedig Magyarországra, vagy a magyarországi szerzőinkre is figyelünk, és kitaláltuk magunknak a Székely Bicska rendet. Itt a teremben vannak Székely Bicska rendes alkotók, mert hogy mire gondoltunk, mi jellemezheti, mi az, ami a székely embert leginkább jellemzi? Hát a bicskája. Ez persze nagy túlzás, és csak egyik jellemzője a székelynek a sok közül. Tehát arra gondoltunk, hogy mi sem Balassi kardot, sem Mária Terézia lovagrendet nem tudunk adni a szerzőinknek. Mi stílusosan valódi székely bicskát ajándékozhatunk a díjazottainknak. Minden évben kiosztjuk az előző év legjobb közlései alapján a székelyfölddíjakat. Tehát 2004-től errefelé kitaláltuk, hogy amikor kitaláltuk a székely bicska rendet, és felsorolok néhány nevet, hogy kik voltak az eddigi kitüntetettek között. Ág István, Bella István, Buda Ferenc, Füzi László, Nagy Gáspár, Kenész Ferenc, Kemény István, Szálinger Balázs, Térei János, Zalán Tibor, stb. Sorolhatnám még a többieket is. Remélem, hogy olyan valakit nem felejtettem ki, aki itt van a teremben most, és nem hallotta a nevét, attól elnézést kérek. Előfizetőink névsorát a lap végén minden lapszámunkban közölni szoktuk, meg lehet nézni, hogy sok a magyarországi előfizetőnk, tehát potenciális magyarországi olvasónk is sok van. Ezen kívül a folyóirat szabad eladásban is eljut az anyaországba, most pár nappal ezelőtt a győri vasútállomáson láttuk meg az újságos standon a Székelyföld legújabb, legfrissebb decemberi számát. A főszerkesztő kollégám Lövétei Lázár László le is fényképezte, hogy vigyük haza, majd mutassuk meg a kollégáknak és a többieknek, hogy milyen hamar, milyen idejében eljutunk ide az olvasóhoz, a magyarországi olvasóhoz is. Úgyhogy aki hozzá szeretne jutni, és még nem előfizetünk egyelőre, az is beszerezheti, hogyha akarja. A magyarországi nagyon széles lap és folyóirat palettán csak a szépirodalmi figyelő 70-et szemlész közülük, a Székelyföldnek megvan a külön helye. Legalábbis én ezt gondolom, és hogy az olvasói is megvannak,
hogy pedig a folyóiratkánonokban hol vagyunk, mi azt szeretnünk, ha tartósan valahol az elején, vagyis a jók között lehetnénk, és remélem nem túl nagy képviség ez, amit most mondok. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor folytatjuk a programunkat a szavalatokkal. Ferences István, didergés. Amelyet lejegyeztem az Adjud-Mádé falva között közlekedő osztályon aludi vonatokon. Részlet. Csipkeingek, bugyik, fehérecske függöny. Húzzátok, cigányok, nem szabad megállni, szegvári marinát haltig táncoltatni. Kenköves orbáncok mennek fel csontja esze hántogatására. Kicsiny szüve fogyasztgatására, szálas húsa hasogatására. Szűz vala ő, mint a szent szűz. Egyszer Budapest, mátszor Bukarest. Voltam bányász. Ceausescu testvér, nagy hegyi tolvajnak, nagy híres rablónak, legelső szolgálója. Csákány, gumislag, bunkó. Mentünk B. Bukarest, pufajka, gumicsizma, lőcsfa. Muncsiltuk meg Golán kurvákat es. Rögvest ágról ágra hányták az ő csontocskáját, Jézuskám, báránykám, téged dicsér szájocskám. Téptük meg szakállak, szemüvegek, minizsúk, bugyik, rokolyák, égi madarak vérébe feredtek, égi madarak vérébe feredtek. Ittunk vala vodkák, kalasnyikov, csinzánok, dzsinnek. Mülettünk munkahat, dübörgések, didergések. Münk vagy mi, nem gondol. Mi csak munka, davaj. Helyruk! Köszönt meg Presedint, ki most es oda van keresztút állani, vaskaput rontani, örmén papot ölni. Menjen B. parlament, mennénk szépen haza. Hol hát lenne haza? Vodkák, konyakok, cujkák, én előttem szép Jézus, hátam meget Mária, fehér rózsa Mária. Somer lettem pária, legelső az elsőkből. Kifizetnek banikval, számol meg sok pénzek. Egyszer Budapest, mátszor Bukarest. Millió parákkal jövel haza csángók. I love you, fuck you. Nyitol meg disznók. Tükör a padlata, üveg az ajtaja. Leszek nagy patrony, máre kapitaliszt. Rágok meg Orbit. Zenék, kazetták, videók, szexek. Világlás, sötétlés, táncolás, orvérzés. Eresz ki magamat hűtsem ki kordován csizmámból, piros vért öntsem ki. Hullanak le sok csillag, mennek fel lilaköd, egyszer sötét, mátszor világ. Sárik kék, veres románul, zöld, fehér, piros magyarul. Csángónak se ilyen, se olyan. Romani katolik, ez se nem, az se nem. Az én hazám Szent Antal, elárvult az őrangyal. Hazajött egy őrnaggyal, viszen el Sztambul. Ali áll a sarkon, hívja az B-házba. Miféle lett cinka leányka? Áldott vagy te az asszonyállatok között, magyarul Margitka, románul Marinka. Száz katonám közül melyiket választod? Táncoltat meg hasa, bikinik, tangák, fátyorok, többet nincsen haza. Napot es szeretem, holdat es szeretem, de fényes csillagot legjobban szeretem. Árulőtel, bazár, dollárok, silingek, őrék, mint ahogy az útról a port elviszi a nem erre szél. Lett leszek ezes, azes. Jöttem ki módú, a megyek bé Ardeál. Leszek ott nagy romány, köpök le pispekek, vámesek, funárok, szenátorok, doktorok, iskolák, templomok, anyanyelv, tojokreá, tátámámá, földön legyen kenyerünk, mennyben legyen örömünk. Amit kérünk, adja nekünk. Krisztus Jézus legyen velünk. Ekkores, akkores. Bákó, Buhus, Moszkva tér. Ha elvettem egy kézvel, visszavették kettővel. Ha elvettem kettővel, visszavették ezervel. Leütik kalapot fejünk. Vesszőcskes, pontoskes nevünk felett. Egyikből es felnő veres rózsabokor. A másikból felnő fehér rózsabokor. Valék siralmas, didergős, fogadcsitorgatós, tudattalan, szégyenletes. Angyalokkal egyenlőes. Állatokval egyenlőes. Búval megasszok. Holálval sepedek. Elhagyatunk, mint mezőkben az egyfák. Eljövel szembe szemünkvel, nagy kaszás arkangyal,
Elhordoznak hollók, varjuk, kék szemek, fekete szemek, sárga tekintetek. Környül vesznek vala, Moszkva tér, Garden Ord. Árulván a munkaerődöt, mint az állat mendegélünk, de nem nyugalomra. De nem irgalomra, mint ahogy a hold fogy, B, a földgyomrába. Leszek ott dákok, dákóromnok, 2000-ig Budapista, Decebál, Szent Istány, Ferenc Jóska, Ceausescu. Megölök itt minden magyar. Udemeriszte kiírtok, marok székely, pollik, mint a szikla. Utálatos leszek, bosszúságot veszek. Lett leszek patriot, primár, prefekt, kopolszú Iliescu. Üllök bí Mercedesek, Fordok, helikopterek. Szállok le alá tapsolások, falok fel kenyereket sókkal, pispekek, pópák, szoborok, asztes megengedik. Favágó tőke légy, asztes megengedik. Asztali vendégnek gyertyatartó legyél. Hintáz meg szentelt vizek, tömjének mirhák, füstöl bét cédrus, vágok el szalagok, pántlikák, trikolor, de la nistru pörönt lisza, mondok nagy orációk, ének fel hinnuszok, marsok, dübörgés, didergés, ülök meg lovak hát, mint Stefán Cselmáre, si Szent Vlád Cepes, Mihály Vitéz. Iszok meg véret, Rambó Madonna, Dracula Vampír. Minden jószágunkat, jaj, mind nektek hagyjuk. Mindent nekik adunk. Jaj, mindent ellemondunk. Szállunk ki ködökre, térdigérő vérbe, Szent Borbára az égbe, könyökig a könyvbe, Máriát kiált. Szól a kokosmár, porondos prutpartján, felnőtt rozmarinkszár, nem találja helyét, el akar bujdosni, egyszer Budapest, mátszor Bukarest, ki kell onnan venni, ki kell onnan venni. Más helyre kell tenni, más helyre kell tenni. Aludjon parkvadok Margit szigeteken, alig egy napocskát. Jön mindjárt a polic, lapoz fel pasaport. Futnák bé Budapest, azt mond büdös olá. Ha mond mosok bozgor, futnák ki Bukarest. Hol lenne hát haza? Megver, bilincsekbe rikkent ki gránica, expulzálás haza. Hol hát lenne haza? Jöjj meg, Duna, jöjj meg, vigy el engem, vigy el apám kapujára, anyám asztalára. Hol volna hát hazám? Talán cédrusfába, talán a tengerbe, kezit nyújti Isten kápolna ablakból, de rövid a lába. Hosszú az országút, lenne haza, hol van? Tán tengerre estél, tán hosszú úton lennél, istenes nincs benne. Lettem lett, voltam volt. Leszek vala tatár, gagahusz, kurd, mankur, vogul, bantuk, niggerek. Cipőboxok veszem meg, kátrány, degenyek, pingálok bé orca, feküsz vagon alá, ölelve tengelyek, utaz, Európa. Szök át hét határok, állni bé NATO, mercenár légió. Tépek fel nagy soldok, sebeket nyitok ki. Mostoha anyahajó. Egyik szarván viszi félesztendős borját, másik szarván viszi egyesztendős borját. Lopakod repülő, húgyok rea, földre emberiséget, tratatata, lőjed meg Koszovó, kutya Szerbia. Nem lesz legény Hercegovina, szerbek, albánok, lövöldöz, bosnyák, románok, ungurt, bunyevácot. Menjünk a földi nép erejét venni, piros szívit hervasztani, madár lelkit szomorítni, nyíts kaput, angyal. Nyújts kezet, Mária, gondviselgessél meg barmaiddal egybe, fehér márciusból, havasi rózsával, ha aval nem éred, fehér lilgyomokkal. Volt-voltam izé, lett levék, az es ember, senkinek sem nyámja. Az kápolna ablak kilóg, Isten lába hosszas, de a karja rövebb. Neki es van fázás, didergés, reszketek. A szemein homál, siketke fileles. Ő a Tatel Nostru, ki vagy a mennyekbe. Lakos Szép Bazilik, Esztergom, Róma, Washington, Fehérház. Nem gondol még csángók, jövel szembe, akárcsak hol áll, münkes vele szemközt, mint a szép burkus fa, alatta ül három árva, mind a három diófába, mennek Nagy-Romániába, Bé Transzilvániába, de a vonat rosszat jár.
Ungária felé a vonat rosszat jár. Mindelfelé viszem, nem gond visel jóra. Az gyermek helyébe gyermeket ad Isten, de a kincs helyébe kincset nem ad Isten. Elszakajtoz vissza esze innenes, onnenes, akár testől lélek. Csattog nagy pokkergép, stüzivadász, makkász, Tell Wilhelm, Pigdám, kintarojálok, megakasztanám. Lenne didergés, fogakvacogás, a térgyek cidrizése, millió lej, dollár, lakik Hilton Hotel, Intercontinental, így ad meg pezsgők, szappanozó borot, szupermannok, sztárok, madonnák, rambók, arisztokrát lédik, arancipellők, így ad meg Red Bull, így ad meg mámor, hamupipőkék, csizmák, bocskorosok. Miorice láj, láj. Bukeláj, lőn, mint a bárán, három fehér bárán, a két szarvahegyin két szép gyújtott gyortya, a két fületövin két szép aranyrózsa. Nem adom, nem adom három disznyó purkár, hanem adott szépen elveszük vasakval, erővel. Lábod egybeüssük, kezed kétbe szegzik, mégsem leszek Krisztus. Váleó, vaj, vaj, mamma mia, jaj, háj. Mikor rengedgettél szádokva bölcsőbe, rengedgettél lenne béj fekete földbe, kerítettél lenne cifrakártérbe, tágas nagy piachoz, mint kaptár méhecskét lakozgatnék benne. Egymás felett házak, folyik falból vizek, hideges, meleges, nappeles, éjjeles, jövend melegséges, árnyék székesben van, szarik belé sok népek, hallott le szomszédok, kúrja, kúrja nagysát, dolgoz gyalupadon, gyak meg kedves domnisorra, tökéntetes asszony, szép fehér pakulár, magát havajgassa, magát havajgassa, hazáját sírassa. Ó, én Uram Teremtő, ha lelkedből szeretnél, a csángót es engednéd, Tátel nasztrú, mint vagy a mennyekbe, akép a földönes, övéjük az ország, az imperecia királság, a hatalom dicsőség, Adjud, Isztambul, Budapest, Bukarest, mennyei kapuk nyitatlan nyílanak, mennyei gyortyák gyújtatlan gyullanak. Münk csak a munka, münk csak nem gondol. Egyszer se itt, mátszor se ott, letlettem volt, izé, léleknek lélek, halálnak halál. A báli cipő. Ott ültek a régi főváros egyik kis éttermében, és fröccsöt ittak. Kellemes, fűszeres illatú borból, amely a Kárpátok túlsó oldalán termett. Kis fröccsöt ittak, egy hajdani ország kis fővárosában, ami már csak a kövekben, a főtéri szoborban és az ilyen estékben élt. Az idegen pincér megállt asztaluknál, és nehézkesen, de anyanyelvükön kérdezte meg, kérne-e még valamit. Errefelé pedig nem volt szokás, hogy az idegenek, az őshonosok anyanyelvén szólaljanak meg. Egy ideje az otthoniak lettek az idegenek, és az idegenek lettek otthon. De ez most nem volt fontos. Béke volt, kis fröcsnyi béke. Szép este volt. A kis étterem udvarán évszázados kőfal őrizte meg a felszálló buborékokat, platánfák árnyalták be a teret, és a hajdani nagypolgári ősök beleegyezően biccenthettek volna a férfira és nőre nézve, akik a kis asztalnál ültek, nem sokat beszélgettek, egyszerűen csak szerették egymást. Aztán elkondult az éjfél is, felálltak, fizettek, és hazafele indultak. A belvárosban volt az otthon, ami csak azért volt otthon, mert távol voltak az igazi otthontól, de ezen a helyen mégis övék volt minden kő, és éjszakánként egy nyugodt, erős király őrizte a belvárosi álmokat minden változó idők dacára. Körülöttük idegenek beszélgettek, idegenül, ők egymásra gondoltak, önmagukra, és ezért otthon voltak, hiszen semmi más nem számít.
Az egyik utcasarkon szebb napokat is láthatott idős asszony áldogált, kezében egy pár régi, viseltes bálicipővel. Eladásra kínálgatta. A férfi és a nő úgy ment el mellette, ahogyan megszokták már ezekben az időkben elmenni a napi kilátástalanság, kétségbeesés, reménytelenség melletti sétát. Jó fél kilométert sétáltak a folyóparton, és már majdnem otthon voltak, amikor a férfi megszólalt. Aki éjfél után bálicipőt árul, az alig, ha nem éhezik. A nő megszorította a kezét, és megállt. Egy pillanatig álltak így, majd szó nélkül visszafordultak. Az öreg hölgy ugyanott állott. A férfi zsebébe nyúlt, és maradék, nagyon kevés pénzét átnyújtotta neki. A nő lényegesen több pénzt vett elő, mindenét, ami nála volt, és átadta. Az öreg asszony szemét elfutotta a könny. És a bálicipőt nyújtott a cserébe, és közben az idegenek nyelvén mondott köszönetet. Udvariasan és enyhe lelkiismeret furdalással hárították el a cipőt. Csak segíteni akartunk, anyám, mondta a férfi. Fogadja el. Az öreg asszony hangja elcsuklott. És magukon ki segít, drágák? Álltak, és nem tudták, mit mondjanak. A jó Isten, mondták végül egyszerre, és mintha megbátorodtak volna ettől, megerősítették. Igen, a jó Isten majd minket is. És bár a párbeszéd is az idegenek nyelvén zajlott, hirtelen minden otthonos lett újra. A nyomor is, a jó Isten is, a bálicipő is. Aztán megfordultak, és hazafele indultak újra. Útközben megálltak. A férfi megcsókolta a nőt. Érezte a könnyeket az arcán. És mindketten úgy érezték magukat, mint aki érdemtelenül valami nagyon nagy ajándékot kapott. Székelyföld, szerelem. Keletfele haladtak, a megengedettnél nagyobb sebességgel. A nő vezetett, a férfi az anyósülésen ült, sörözött és cigarettázott. Mert barbár volt, ahogyan errefele az emberek. Bal keze a nő combján nyugodott. Néha a nő sebességváltás közben megsimogatta a kezét. Keletfele haladtak, s a régi határ, ahol gepidák és longobárdok, kunok és székelyek, románok és magyarok, oroszok és székelyek harcoltak egymással, ott volt. Kitárulkozott, vízválasztó volt, minden, amit el sem lehet mondani. Ezt érezte a nő és a férfi is. Felkanyarodtak az autóval egy soha nem járt útra a gerincen, majd megálltak. Balra a gyinesek, jobbra a székelyföld. És zöld mező, kaszálásra várva, vadvirágok, csupa gics, csupa szépség. És ledőltek a fűbe, és igen, szeretkeztek, ahogyan az őseik, ahogyan az állatok, mert otthon voltak. Nyugatra haladtak, a megengedettnél nagyobb sebességgel. A nő vezetett, a férfi az anyósülésen ült, sörözött és cigarettázott, mert barbár volt, ahogyan errefele az emberek. Bal keze a nő combján nyugodott, néha a nő sebességváltás közben megsimogatta a kezét. Aztán egyszer csak balra, pedig arra nem szerettek menni, kis földút nyílt ki, amelyre ráhajtottak. Sehova nem vezetett, s ha igen, örök titok marad. Valami latin-amerikai kis falu, amazonászi település rejtőzhetett a székelyföldút végén, sosem fogjuk megtudni. Megálltak, és hosszan nézték a sehová nem vezető utat. Az úttalanság keresésében fogták egymás kezét. Annyira otthon voltak, mint soha. És semmi nem történt. Csak a béke, a szerelem. És aztán kihátráltak az autóval. Vissza a főútra. Délre mentek. Haladtak a megengedettnél nagyobb sebességgel.
A nő vezetett, a férfi az anyósülésen ült, sörözött és cigarettázott. Mert barbár volt, ahogyan errefele az emberek. Bal keze a nő combján nyugodott, néha a nő sebességváltás közben megsimogatta a kezét. Jobbra egy kastély látszott, valószínűtlen, impozáns, tündérregényes, aminek nem itt a helye, ami csak itt lehet. Lekanyarodtak. Megálltak a kastély előtt, s leültek a szerény asztalok mellett. Egy grófnő érkezett ki felvenni a rendelést. Tényleg grófnő volt, s a családfája Európa egyik legöregebb tölgye. De azért tudomásul vette a hagymásmájat és a sült bordát. Szilva pálinka is akadt. Aztán csendes, nyugodt elmélázás, a tekintet körbe szalad a klasszicista homlokzaton, a gondosan újra telepített kerten és egymás szemében. Hozzám jössz feleségül, kedves? Kérdezte a férfi. Székelyföld. Szerelem. Na és a szabadság is. A kőműves fia, hol már ember nem segíthet. Nagyon kérlek, segíts rajtam, Csíksomlyói Szűzanya. Gyermekkoromban nagyanyám, mikor megtért kegytemplomodból, a búcsúról, mézes kalács szívvel, búcsú fiával, cukorhalakkal, zsebkendőjét ott lábadhoz érintette, és azzal törült meg, hogyha betegek voltunk. Ha hűlés vagy bármilyen orvul belülről támadó rosszul lét, heveny fájdalom kerülgetett. És mindig megsegítettél, Jézusnak anyja, Szűzanya. A tőled pünköstkor hozott búcsú fia, Mária verejték kendő kigyógyított az összes betegségekből. Sárgaság, hidegláz, szembaj, nagyanya imáival együtt azon mód jó messze elkerült minket, meg annyi gyermeki esztendőkön által. S te megóvtad az életem, hogy felnövén, majd fél száz esztendőket így megérjek, háladatlanul, csak alig gondolva tere át, Szűzanyám. Bajban vagyok, látod, és hozzád szaladok az üres templomba. Eléd térdeplek, halkan imáimat mormolom, hogy megsegíts háladatlan gyermeket, hosszú hónapok alatt megtört és hozzád megtért felnőttet, mert iszonyatos betegség ólálkodik körülöttem. A testemet nyaldossa lángoló nyelvével, kóstolgat, mint áldozatát fenevad, és én riadtan pislogok körbe, várom a megmentő kendőt, de nincs nagyanyám, aki homlokom letörülte, és körbeízlel a sújtó félelem, a bizonytalanság rettentő, mardosó hullámverése. Úgy térdelek előtted, mint 40 évvel ezelőtt, minisztráláskor, az oltár mellett, mi alatt a pap hozzád fohászkodik, vagy szent fiat testét mutatja fel épp a vasárnapi népnek. Jézus vérét kortyolja, és én hű gyermeki szolga csengettyűd rázom hűségesen, mielőtt magukhoz veszik az érettünk megtöretett testét, sorban jövő bácsikák, nénikék. Szépen könyörgök, Csíksomlyói Szűzanya, segíts rajtam, mert még soha nem voltam ilyen nagy bajban, hogy az élet delén, tele bőröndökkel, megrakottan, alig kamasz gyermekekkel kelljen torpannom, hogy a kór, a rettentő betegség lekötözhet, tehetetlenné, megtörté, kiszolgáltatottá tehet, ki nem ura már a testének, s csak a lélek pislákoljon benne aprón, takaréklángon, mint gyertya pici lángja. Segíts meg, kérlek, Szűzanya! Úgy szeretnék még gyermekeimmel hegyek és völgyek, dús lankák, sűrű erdőségek, a környező vidék ölén járni, gombászni, gyógynövényért, vagy csak úgy, kedvünkre kószálni, menni örömmel, kicsi családommal a hegyre fel, völgybe le, s elpihenni, ha jön az éj, a csillagok alatt, este. Segíts! Te már mindent tudsz. Azt is tudottán, hogy bizton segítesz-e. Míg én itt műszerek és orvosok kénye kedvének kiszolgáltatva hánykolódom mélységek és magasságok között oly bizonytalanul. Csak egy jelet adj, s benne nyugalmamat megtalálom. Csak egy jelet, mint alagút végén a fényt. És ki eddig annyi mindent kipróbáltam, s nem segített semmi.
Te meg tudsz segíteni. Te visszahozhatod még a tűhegynyi reményt, a lélek jó nyugalmát, hogy végre visszakapjam, mert azt is tudod, hogy mennyi kínra szántás, kínok közt is higgyek abban a csöpp reményben, hogy meggyógyulok hamar, és nem ágyban, falak közt élek egymagam, betegség szíjaival lekötözve egykor oly fürge izmaim. Tudod te, mit ér az élet, és azt is, hogyha így kell élni, akkor nem is olyan nagy dolog a halál. Film. Lövétei Lázár Lászlónak. Itt a tél, és itt az éj is halkan, szétterül már, mint egy édes paplan, lábakra és kezekre is mászik, ránk borítja sapkáit és sálit, úgy takar be zsongit, ringat, altat, mint a földet ezüsttel a harmat. Nyoma sincsen gólyának, fecskének, elhúznak az árusok is délnek. Méhek dönte platókról, az édes szőlőlevek hűs pincékben érnek. Szél fúj be a hosszú kupacokba rakott fagyos káposzta halmokba. Mint az este, olyan most a lég is, ahogy koszos poharakba mérik émelítő vodkájuk egy bódé szűk ablakán át, akárha hólé sok-sok forró egyenletes korgyban, pára száll fel, pára libben onnan. Már csak néhány kofa árnyaposztó rakosgat a betonasztalokról, fagyos zellert, répát, krumplit, eltett tormát, tárkonyt, mindent, amit a kert termett nyáron, mert az este itt van, és itt a tél, és itt az éj is nyomban. És az éjben kigyúlnak a fények, színes füzér, lámpák, izzók égnek, hangfalakból reked zene hallik, mint az ág, ha terhe alatt hajlik. Vigadóból, diszkóból, meg pubból vonul a nép, mint kaptárból, bolyból. És az óra tiktakolva fordul, ünnepelők jönnek csapatustul, és a hangos gép jármű folyamban, víjognak a dudák egyhuzamban. Intnek nekik, visszaintegetnek, nem állnak meg, mennek, egyre mennek. Menni kéne, tán felelni innen. Valaki vár, tán, hogy megsegítsen. CD forog és forog a dalban, itt a tél és itt az éj is halkan, és a fény és a láng a kis tüzekben angyalra vár, újra megszülessen. Álmodik már, álmodik a város, szőrszitáján minden szemcsét átmos, angyal, ember, por, vagy sár, vagy pára, álmodik már egyként, mond a szája. Ég s föld között akár csak a vágyak, apró fények fellebegnek, szállnak. Várva a zsák száját oldó kézre, az álomból néznek fel az égre, hogy hoz nekik régi havazást is, apádhoz, és vissza nagyapát is, nyarakat, és azt a régi kedvet, amit ők már majdnem elfeledtek. És egy árny a reszkető magasból földre lép, és meglepődik attól. Metsző szél fúj, didergeti kedvét, havon jégen, vére, mintha festék, s oly áttetsző, mint a lengő pára, vodka gőze, hőt lehelő kályha. Holnap talán, újra itt a holnap, holnap talán, s holnap újra holnap, és ami volt, sár lesz abból semmi, s aki itt volt, s akart tenni-venni olyan, mint ő, testre és termetre, mint a párat, vagy a por szétpörgetve. És ha eljön újra el az este, vár az éjre türelmesen fekve, dolgai is, mint cipők ragyognak, s forog az éj, s a házak forognak, tiszta cipők készen létbe téve, s rajta a föld 2 méternyi mélye. A világ újra. Itt az ég törülközője, itt a csermely, ott a fák. Itt az ég törülközője, itt a csermely, ott a fák. Körös körül, merre szemlát, óriási pusztaság. Pusztaságban pont középen, a semmiben ülök én. És ott a lélek meg a test is, akár csak egy külön én. És
ott a tavasz és a nyár is, ősz és avar, szürke hó, és ez a lélek üres tépet vihar verte, tűrte. Ó! És ott egy tehén, parton állva, szeme tiszta, biztató, és amott pedig csónak billeg, alatta a tiszta tó. Fák borulnak össze hosszan, zöld csipkék az út fölött, lehajolnak, nézik, nézik, tán valami eltörött. Ott egy barlang, és ott egy ösvény. Kiáramló pára leng, ott az erdő, benne járnak, fölöttük a kék dereng. Ott a konyha, ott az ágy is, ott a párna, lepedő, ott a búcsúzás az éjben, ott a bölcső, temető. Megszülettek fény a fényhez, két láng egymáshoz hajolt, és hullámzik fel le mindaz, az a volt. Zavart érez, kábaságot, azt kérdezi, ugye hív, tehetetlen dühöt érez, csalódást és csupa kint. Forog vele körbe-körbe, ott a tér és ott a ház, incselkedik, pörög, mozog, ablak, ajtó meg a máz, világvégi nyári éjjel, mit vetít az égre fel? Hazafelé kéz a kézben, s a vágy hamar égre kell. És ott a falu, és ott egy ház is, benne együtt boldogak. Életük, mint egy ferdült, fergetek és forgatok. Itt az ég törülközője, és itt az éj is, és ott a fák. Körös körül, csillagtalan, behavazott pusztaság. Nagyon szépen köszönöm a sepsiszentgyörgyi Farkas Árpád kislánya, amikor elmondta a Farkas Árpád gyerekversét, akkor utána úgy mondta a nevét, hogy édesapa verse, akkor most ezek az én verseim voltak, vagyis a műsorvezető versei. 5 perc, mielőtt 5 perc szünetet tartanánk, azelőtt pár kérdést szeretnék feltenni, ez tényleg csak 3 nagyon rövid villámkérdés lesz Ferences Istvánnak a Székelyföld egykori főszerkesztőjének, és hát egy Kányádi Sándor verssel tudnám kezdeni. Neki van csodálatos, nagyon-nagyon szép verse, a két nyárfa, ami úgy szól, ha jól idézem, hogy én sem volnék, ha nem volnál. Nos, azt mondhatnám el, hogy ha ő nem volna, akkor itt mi most biztos nem volnánk. Se Lövétei Lázár László főszerkesztő, új főszerkesztő, se én magam itt, mint a Szépirodalmi Rovatnak a szerkesztője. És hát a kollégáink se lennének így, legalábbis ebben a konstrukcióban biztos, hogy nem, hiszen ő volt az, aki 97 őszén kitalálta, és hát végigvitte azt, hogy Erdély közepén legyen még egy másik folyóirat is a Látó mellett, a Helikon mellett, és hát a Korunk mellett, és akkor még egy működött, még egy heti lap is, a Hét című folyóirat. Az lenne az első kérdésem, hogy miért tartottad fontosnak, vagy miért tartottátok fontosnak azok, akik kitaláltátok ezt a lapot, a Székelyföld folyóiratot, hogy legyen még egy, miért volt szükség még egy folyóiratra Erdélyben? Biztos ezt nagyon sokan megkérdezték eddig, de hát hadd tegyem fel most első és utolsó alkalommal, mert többet ezt nem akarom így megkérdezni. Tényleg, miért tartottátok fontosnak, hogy legyen még egy? Tehát nem 97. október 23-ára jelent meg az első szám, de legalább minimum egy év előkészület és tervezgetés előzte meg. Hát azért kellett oda egy folyóirat, mert gyakorlatilag az erdélyi magyar kulturális élet 92 központ köré szerveződött, egyik Kolozsvár, a másik Vásárhely. És akkor ott volt a Székelyföld egy nagy fekete lyukként, és szerintem ezt a fekete lyukat be kellett tömni, mert a régióban számtalan író, költő, képzőművész, zenész, zeneművész, tehát a társművészetek képviselői, rengeteg muzeológus, muzeográfus, történész, néprajzos volt, akik bizony, tehát alkotó emberek voltak, akiknek úgy éreztük, hogy
nem jut elég fórum. Persze aztán 90 után megnyílt ugye a magyarországi piac is, akkor volt elég fórum, de úgy éreztük, hogy oda kell egy ilyen periódika, és már azt előjáróba, tehát legelőre kezdettől fogva tudtuk, hogy nem szabad egy kizárólag irodalmi folyóiratot szerkeszteni, mert a két irodalmi folyóirat Erdélyben, a Helikon és a Lát, az bőven elég, tekintve, hogy az íróinknak körülbelül fele repatriált vagy kitelepedett, úgyhogy meg is fogyatkoztunk. És egy olyan ilyen periódikát, amiben nem csak az irodalom, hanem más művészetek és más tudományágak is helyet kapnak. Szerintem ez egy okos. Füzi Laci, a Forrás főszerkesztő azt mondta, hogy ez nagyon jó kitalált lap volt. És hát aztán jöttetek ti szerencsére. Igen, hát és mit tartottad azt fontosnak, hogy fiatalokkal vegyed körül magad? Mert akkor te nagyjából, hát nem éppen ennyi, kicsivel idősebb voltál, mint az én, mint amennyi én most vagyok, és miért gondoltad azt akkor, hogy egy induló, vagy fiatal induló generációnak a tagjaiból válogass magad mellé szerkesztőket? Hát azért, mert örök életűnek képzeltem én el a lapot, hogy legyen jövője. Jövője is a 90 utáni kirajzás, ami az erdélyi irodalmat elárasztotta, azok ti voltatok, és én mondjuk az én ifjúkorom kezdeti hajdani napilap, meg hetilap csinálási emlékeim is hozzájárultak, hogy azért a fiatalokkal jövősebb és valahogy vidámabb lapot szerkeszteni. És azt hiszem ez volt a legjobb döntésem, mert helybeli, velem egykorúakkal, vagy nemzedék társaimmal is meg tudtam volna, tehát verbuválottam volna őket, és sok sértődés is volt, de hát és szerintem ez volt életem egyik legjobb döntés. Sértődések azóta gondolom, hogy elmúltak, és hát pár évvel ezelőtt elmentél nyugdíjba, átvette a főszerkesztőséget, főszerkesztője Lövétei Lázár László, fiatalabb kollégám, és azóta is te noha nyugalmazott vagy nyugdíjas szerkesztő vagy, bejársz minden nap a szerkesztőségbe. Milyen érzés ez neked, hogy minden nap reggel úgy, mintha mondjuk munkába kellene jönni, vagy hogyha ugyanúgy szerkesztenéd azt a lapot, vagy ugyanúgy nem nyugdíjas szerkesztőnél, de minden nap bejössz, és azt a 4-5 órát, amit a szerkesztőségbe kell tölteni, ott eltöltesz közöttünk, velünk. Hát azért, mert jól érzem magamat is, és feldob, tehát minden bánatom, most feledem, amikor látom a ti harcaitokat, és jó veletek együtt lenni, ez az igazság. Úgyhogy, és a másik jó húzásom szerintem az az volt, hogy meg tudtam győzni Lövéteit, hogy ő legyen az utódom, és én időben nyugdíjba vonultam, és ki tudtam lobbizni, hogy őt tegyék meg főszerkesztőnek, ne valaki kinti idegen politikus vagy valakit, mert ez is benne van a hatalom pakliaiban. Hála jó Istennek, hogy így sikerült, és akkor a szünet előtt hallgassunk meg egy zenei blokkot megint. Vers is lesz benne, nem baj? De énekelt vers lesz végül is. Egyezünk ki. Kovács András Ferenc, Árdeli szép tánc és Sárpataki csúlyogató című két versét toltam össze egy dallá. Mi volt rég, úgy volt rég, ezt
Egy mondatról mindig te jutsz eszembe, és én nem mondom ki azt a mondatot. Jó lenne megtanulni, azt hiszem, de mégiscsak jobb, hogyha te mondhatod. Például, mikor utálom magam, vagy szinte mindent,
Azt, hogy itt vagyok, és azt, hogy ez a nap is épp ma van, és azt, hogy ennél jobbat nem tudok, valamit, bármit. Csak ne ez legyek. Hújjon ki 10-zel több hajszál a kádba, hogy egyszer végre én is úgy tegyek, hogy még sincs minden annyira hiába, s nem érdekel, hogy hány évet adott, vagy elhiszem, hogy ennyit adhatott az Úr. Egy szóval, megint arra várok, hogy kimond ma is azt a mondatot, amitől majd mindent másnak találok. És az lesz, ami ilyenkor szokott, és még annyi tényleg fontos semmiség, hogy ilyenkor a tévében mi megy, és hogy holnap mikor vannak a misék, és hogy mennyi 8x261. És még egy csomó minden, hogy a végén már úgy érzem, hogy ez is untatott, és alig várom, hagyjanak már békén, aki úgy vártam azt a mondatot. Ide írnám, de óriási közhely. Nem érdemes törődni az egésszel. Negyedik ekloga. Egy szerelem tüzem a marhát, marhák terelőjét. Vergilius. Hány szomorú történetet ismer a pásztori múzsa farkasfogra jutott bojtárról, sántakutyáról, mély szakadékba zuhant bárányról és egyebekről. S hány szomorú történetet írtak a szívszerelemről. Szinte csak ezt tárgyalja a klasszikus, ókori líra, s mert ami emberi, annyira szívós, mint a diófa, hellyel közzel a költők még ma is írnak ez ügyben. Épp a minap hallottam egy újabb ekloga témát. Erdei epret szedtem a martban, s hát mit ad Isten, ballag a nyája mögött leeresztett orral a pásztor. Olvastad bizonyára Teokritus isteni versét, mondta, amelyben a Küklopsz hívja a szép Galateját. Lassan 2500 éve tehát, hogy az ember szenved a szíve miatt, s ma se lelt még írt a sebére. Itt járt nálam a múltkor Lóbőrberci barátom. Annyira el volt egyfele, mert elhagyta az asszony, sóhajtott nagyokat, leborult egy bükkfacsutakra, s így panaszolta a búját, szóról szóra idézem, hadd legelészen a kecskebak addig a baltaki mozban. Tegnap előtt már 2 hete múlt, hogy az ágyam üres lett. Nincsen már, aki elvigye majd a tinót a bikához. Hányszor mondta pedig, hogy unatkozik itt a tanyámon? S vitte magával a gyermeket is valamerre keletnek. Most csak a néma üres ház csöndje üvölt a fülembe. Ó, én marha, miért is nem mentem remetének? Pár nap után jobb lábbal kellett volna kirúgni, s én belementem nagy vonalúan, hogy dirigáljon. Szúrta a cserge a bőrét, s kasmírgoldot akart már. Elküldött melegebb tájakra a gyógyfüveimmel. Néha kisökle terepszínűre püfölte a hátam, s mennyit nyeltem azért, mert már 20 éves a fordom. Ó, én marha, miért nem kaptam elő a rakoncát? Nem szépítem a dolgot. Néha bizony kiakasztott, s elküldtem párszor az Isten az ára. S hány fiatal lovamat kellett megnyúzni miatta. Szinte a fél vagyonom ment rá a tenyérnyi bugyikra. Isten kém az a sok rongy és parfümös üvegcse, mindenféle kacatból épített birodalmat. Még ha csinos kislány lett volna. De annyira csúf, hogy egy homolyabb ló nem venné el tőle a cukrot. S mégis, jaj, hamarabb nő szárnya a tarka tinónak, és hamarabb terem áfonya fönt a ragyás teleholdon, vagy hamarabb fog aszúbor főni az olmos esőből, hogy sem az ő képét az agyamból én kitörüljem. Kár, hogy a szomszédunk Rebi néném megbabonázta. Reggeltől napszentületig tartott a varázslat. Éjszaka is nehezen lehetett csak megzabolázni. És 30 hónapig így is boldog gazda lehettem. Nincs mese többé. Azt hiszem, itt kell hagynom a kancát egy kis időre. Utána pedig kezdődhet előről minden. És azzal fogta magát, és fölment a hegyekbe. Nem tudom, éle szegény. Én sajnos
azóta se láttam. Ködök. A 65 éves Király Lászlónak. Lovasok a sűrűködben jönnek, jönnek, egyre többen, így jönnek már sok-sok éve minden percbe hazaérve. Hideg sár ma már a haza, lovok lába azt dagasztja, mégis jönnek, egyre többen, lovasok a sűrűködben. Lőrinc Dénes, Dani Ferenc, ködbe vész a pajta eresz, ködbe vész a kapuzábé, ükapáké, szépapáké. Sár van, köd van, mégis jól van. Félszemmel is dadogósan ők csak jönnek, egyre többen lovasok a sűrű ködben. Aki meghalt, mindig itt van. Mondogatom holtomiglan, aki él még, az meg várja. Merre indul a lovalába? Sár van, köd van, mégis jól van. Mondogatom indulóban, és a sűrű ködök alól, sötét árnyon, kilovagol. A legfelső stáció. A kúp alakú magas hegy úgy trónolt a hegygerincekkel övezett medence oldalában, mint székesegyház egy püspöki székhely felett. De nem város, csak sok kis falu sorakozott a medencében, hosszan egymás után az országút mentén, mint szent olvasóra felfűzött golyócskák. És nem katedrális, csak egy kis fehérre meszelt kápolna állt a hegylábától felfelé, jó nekirugaszkodásnyira lévő párkányszerű kiszögellésen. Messzire el lehetett látni onnan is a medence falvai felett, nem volt szükség felmászni a csúcsra. Maga a hegy csúcsa a felhőkbe veszett. Keresztút vezetett fel a kis fehér kápolnához, kőkeresztek jelezték a 14 stáció helyét. Augusztus közepén, nagy boldogasszony napján emberemlékezet óta búcsút tartottak itt a medence lakói. Távolabbról is sokan eljöttek. Olyankor színesen hullámzott a hegylába, a bűnbocsánatért ide elzarándokoltak sokaságától. De elmúltak már a forró augusztusi napok, most didergő, novemberi szelek kergetőztek a csupasz fák ágai között. A hegylábánál borvízforrás fakadt, különösen jó ízű víz tört fel belőle. A Kálváriának nekivágók szokás szerint itt gyülekeztek indulás előtt. Ittak a forrásvizéből, valahogy ez is hozzátartozott a keresztút bejárásának rituáléjához. Az ivóvízért naponta hetente idejáró környékbeliek pedig, miután kirakták átalvetőikből, szekereikből a mázatlan cserépkorsókat, és sorukra vártak a cserefaküpünél, megjártatták szemeiket a Kálvárián, fel a kápolnáig, és elmormoltak egy imát. Úgy lehet ez meg a vízhordás rituáléjához tartozott hozzá. Barna csuhás szerzetes állt a hegypárkány szélén a kis fehér kápolna előtt. Lefelé nézett a borvízforrásra, aminek környékét fekete ruhás asszonyok lepték el. Fentről is látszott, hogy nem vízért jöttek. Válukat nem húzta agyakkorsókkal terhelt átalvető. Tehénfogat vont a borvízes szekér sem állt, félrehúzódva a forrás melletti fák alatt. Honnan jöhetnek, mi áradban lehetnek, találgatta a barát, hiszen a búcsú napja már rég elmúlt. Bár ami azt illeti, gondolta tovább, nincs ahhoz szükség búcsús dátumra a kalendáriumban, hogy bűnbánatot gyakoroljanak a hívők. Hallotta, sok szörnyűség történt mostanában a medencében, erősen neki keseredtek mindenfelé a népek. A fekete ruhás asszonyok sorra ittak a forrásvizéből, aztán némán csoportba rendeződtek a kápolnához felkanyargó keresztút aljában. Kicsit félelmetes volt ez a némaság. 20-25-en lehettek. Férfiak és gyerekek nem voltak közöttük, pap sem állott az élükön. Nem vittek elől nagy fakeresztet, sem hátrébb templomi zászlókat, csengetyűket. Nem volt ez egy hagyományos keresztalja, ahogy errefelé a búcsújárásra egy-egy faluból összeállt zarándokok csoportját nevezik. Feketék voltak az asszonyok ruhái,
és feketék voltak a kendőik is, amiket fejükre kötöttek. Lábaikon ormótlan, súlyos bakancsok dísztelenkedtek. Azok húznak fel ilyent, akik igen nehéz útra indulnak, a hazatérés ideje pedig még a távoli homályba vész. Az asszonyok komor arcán eltökéltség látszott, s valami nagy-nagy akarás. Öreg asszony vagy bimbózó leány egy sem akadt közöttük. Egyiknek sem görbült még meg a háta a vénségtől, de mindegyiknek volt már néhány keserű, mély ránc az arcán. Nem néztek egymásra, csak elszántam maguk elé. Aztán egyszerre, akárha láthatatlan jelre, némán nekiindultak a hegynek. Mint mikor suvadásos hegyoldalon megindul lefelé a föld, úgy indultak felfelé ezek az asszonyok. Csikorgott nehéz bakancsaik alatt a kavicsos föld, ahogy rakták egymás után konokul a kaptatón. Megálltak minden kőkeresztnél, ahogy illik, de sokat nem időztek egyiknél sem. Ilyenkor bizonnyal mondtak magukban imát is, mert mindegyiknek mozgott a szája, bár hang nem jött ki rajta. Szent énekeket sem énekeltek a kereszteknél, ahogy szokás, hanem indultak mindjárt tovább, mint akinek sürgős dolguk van. Különös és komor volt ez a néma menet. Súlyos történések húzódnak a háttérben, amikor súlyos bakancsot húznak az asszonyok. A hegypárkányon álló barát csak nézte értetlenül a közeledő menetet. Ha bűnbocsánatért jönnek a Kálváriára, miért nem imádkoznak, énekelnek hangosan a kereszteknél? Az is furcsa, hogy most jönnek, amikor nincs búcsú. És miért, hogy csupa asszony jön? De majd idefent kiderül minden, gondolta a barát. Majd ha kijöttek a kápolnából, ahol térdepelve megkerülik az oltárt, befejezéséül a keresztútnak. Akkor elbeszélget velük, ahogy más zarándokokkal is szokott. Nagy romlások estek mostanában a medencében. Sok hihetetlen, keserű történés adta elé magát. Jól esik majd a zarándoknak, hogy számot adhat róla. Az asszonyok menete elhagyta az utolsó, 14. stáció kőkeresztjét is, és felért a kis kápolna előtti hegypárkányra. A kápolna mellett elhaladva mindegyikük keresztet vetett, de egyikük sem állt meg. Az asszonyok menete némán és eltökélten folytatta útját, felfelé a hegyen. A barát megütközve nézett utánuk, nem tudta mire vélni az egészet. A leghátul menő asszony úgy lehet kifulladt a meredek kaptatón, kissé lemaradva követte társait. Egyszer még szusszanásnyi időre meg is állt, s hátra nézett a kápolnára. A barát neki címezte a kérdést. De hát hova tartanak lelkecskéim, hiszen csak eddig tart a keresztút? Előbb úgy tűnt, nem válaszol az asszony. Aztán halkan, alig hallhatóan azt mondta. Fennebb van nekünk dolgunk, testvér. Ott, ahol felhőkbe ér a hegycsúcsa, s még annál is fennebb. Bocsássa meg az Isten, de muszáj számon kérnünk valamit. Majd, mintha megrestelte volna magát, hogy annyit beszélt, gyorsan indult tovább. Hogy utolérje társait, erősen szaporázta a lépést. Felfelé, ahol felhőkbe ér a hegy csúcsa, és még annál is fennem. Nagyon szépen köszönjük. Molnár Vilmos szerkesztőt, 5. szerkesztőtársunk novelláját hallották, és akkor van 5 percünk még körülbelül 5-3 villámkérdésre, amit Lövétei Lázár László főszerkesztőnknek fogok feltenni. Hogyha nem tudom, ismerik-e azt a régi viccet, szakállas viccet, amikor a széke, házasodásról van szó, és a székely gyermek azt mondja az édesapjának, hogy édesapám könnyű dolga volt magának, mert ott volt édesanyám, és elvette feleségül, és ez így nagyon egyszerű volt. Hát arra gondolok, hogy én is mondhatnám ilyen alapon, hogy könnyű dolga volt Ferencesnek, mert ott voltak azok a fiatalok, és akkor ott éppen oda hívta őket szerkesztőnek. Tehát Laci, te mint főszerkesztő, hogyan látod azt, hogy neked és legfiatalabb szerkesztője ennek a lapnak,
pár évvel, 40 év után hogyan látod, hogy könnyű dolgod van-e neked, könnyű dolgunk van-e nekünk abban az értelemben, hogy a fiatal nemzedék, az utánpótlás, a körforgás szerűen beépítsük a legfiatalabbakat a szerkesztőség tagjai közé? Ugyanazt az utat kell nekünk is végigjárni, vagy kellene végigjárni, amit Ferences nyilvánvalóan végigjárt. Nekünk egy már létező keretet kell nyilvánvalóan kitölteni. Nem titok, ugye egymás közt vagyunk, de azért a közönség is hadd tudja meg, hogy én magam is, illetve hát közösen terveztünk egy betétlapot a Székelyföldhöz. Én borzasztóan kíváncsi voltam, vagyok arra a közös nyelvre, amit a mai legfiatalabbak használnak, és akkor ezt valahogy úgy kellett volna elképzelni, hogy nem a főlaptestben beépítve, mert ott azért eléggé elvegyül egy-egy vers, vagy egy-egy próza, hanem ők maguk csinálták volna saját képzőművészeikkel, saját kritikusaikkal ezt az egész dolgot. Ez nem jött össze, de nem mondtam le erről a tervről, már csak azért sem, mert előbb-utóbb nekem is át kell adni, szörnyen megvénültem és elfáradtam, amikor ugye Ferences rám lőcsölte ezt a megtisztelő és háládatlan feladatot, akkor azt hittem, hogy ezt tudom is csinálni, és tényleg működik, hogyha 5 év alatt nem bukott be, akkor természetesen működik, de azért fárasztó, rengeteg papírmunka. Az nem hangzott el, hogy mi Hargita megye tanácsának egyik alintézménye is vagyunk, amellé kell még pályázni különféle pénzeket. Hát, hogy nem csődült be ez alatt az 5 év alatt, ugye az is mutatja, hogy ott van az öletbe tartogatsz egy olyan lapszámot, és ezt nem vitte el senki, mert ezt óva védted, 200-as számot írja rajta. Mit jelent ez a 200-as szám, Laci? Szerettük volna ezt a kerekéfordulót a magunk szerény módján megünnepelni, és akkor azt találtuk ki, hogy fölkérjük az addigi székelyfődíjasokat, hogy 4-5 ezer leütésbe írják meg nekünk, hogy mit gondolnak a Székelyföldről, nem a lapról, hanem erről a gyönyörű régióról, és hát én ezt nem én mondom, hanem hozzáértő emberek, hogy tényleg egy kultúrtörténeti kuriózum született. Én szörnyen büszke vagyok ezekre az emberekre és ezekre az írásokra. Valószínű, hogy az egyetlen lapszám, ami Átót Szettik tokkal vonóval fönn is van a neten, úgyhogy ha valakit nagyon érdekel, akkor feltétlenül olvass el. Ebből aztán lehet államvizsgázni, habilitálni és mindenfélét csinálni. Igen, ez a hargitakiadó.ro című honlapunkon megtalálható. És hogyha most már a Székelyföldről, erről a 200-as számról beszéltünk, akkor beszéljünk ezekről, mondjál néhány mondatot ezekről a könyvekről, ezekről a fehér kötetekről, amelynek itt most éppen a 40. számú kötetét, ez éppen Bogdán László, az Ördög háromszéken tartom a kezembe, hogy mi ez a Székelykönyvtár sorozat, és hogy mi ez, néhány mondatban légy szíves, foglald össze a közönségünknek. Utolsó kérdésemre, utolsó válaszként, és zene híján akkor majd elbúcsúzunk a kedves közönségtől, és utána folytatjuk majd, gondolom, az épület előtt, mert zárják be. A könyvsorozatért úgy szintén Ferences a hibás. Ő kitalálta, és aztán hagyta, hogy csinálja más nagyjából, és ez az egyetlen olyan vállalkozás, nyilván a Székelyföld mellett, amit teljes szívvel tudok támogatni és csinálni, bár állítólag a Horváth István válogatott versekben van egy fölösleges ű-betű, rettenetesen szégyellem, de amúgy tényleg el szoktam olvasni elejétől a végéig. Nagyon sajnálom, hogy nem írok olvasónaplót ezekről, de majd aztán, hogyha én is megvénülök, akkor még egyszer elolvasom a 100 kötetet. Tudnélik, 100 kötetre tervezzük ezt a sorozatot a Székely Magyar Írott Kultúra alapműveiből, és csodálatos dolgok vannak itt, higgyék el, vegyék kézbe. Ugyan kiállítási tárgyként kértem el én a magyarországi terjesztőnktől, de nem értem, hogy miért ne adhatnánk el, és akkor elisszuk a zárat, vagy valami. Nem?
Nos, ezt a fülösleges übetűt én még nem találtam, meg Horváth István lánya, Horváth Arany viszont megtalálta, de aki innen megtalálja majd, az valamilyen díjat fog kapni, és megalapítjuk Székelyföldön a fülösleges übetű díjat, úgyhogy annak majd át is adományozok. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek, és akkor meg lehet vásárolni, Laci, ezeket a könyveket? Hát lehessen megvásárolni. Lehessen megvásárolni, azt mondta a... És majd elszámol. És majd elszámol valaki. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket.